megemlékező közönség, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Megemlékezésünk elején kérem, énekeljük el közösen a magyar himnuszt. Most fogadják szeretettel a Páduai Szent Antal iskola 10. K osztályának megemlékező műsorát. Az előadás forgatókönyvét és a dalt írta Csárgói Kristóf. Thank you.
Azért rendeltem ide, mert lejárt az egy hét, amit adtam magának. Mire jutott? Nagyon nehéz dolgunk volt, szekeres elvtárs. Ha már előre mentegetőzi, az semmi jót nem jelent. Mutassa a fényképet. Ez egy nagyon fontos fénykép, egy rendkívül fontos dokumentum. Nézze csak, nyomorult fasiszták. Azt a feladatot adtam magának, hogy derítse ki, kik láthatóak a képen. Kik voltak azok az elvetemült gazemberek, akik rávetették magukat a szovjet eltársak felszabadító tankjára. És volt rá egy teljes eset. Nos? A kép igen homályos, sokat takarban. Ráadásul az egész országban felfordulás dúl. Akták tűnnek el, sok helyen még mindig bujkálnak a felkerülők. Ezerféleképpen akadályozzák a nyomozati munkát. Mondtam már magának, hogy nem a kifogásaira, hanem az eredményére vagyok kíváncsi. Természetesen szekeres eltárs, eredmény is van. Öt szeméről minden kétséget kizárólag kiderült, hogy kicsodák, és hogy hogyan kerültek a felkelők közé. Már másodjára használja a felkelő kifejezést. Szokjon le róla. Legjobb szándékkal is, csak ellenforradalmároknak nevezhetjük őket. De nekem jobban tetszik a fasiszta csőcselék, vagy leginkább az imperialista hordalék. Na mondja, mit derített ki? Az első személy, akiről biztos adataink vannak, egy iskolai tanárnő, bizonyos Vince Erzsébet. Az ő története évekkel ezelőtt kezdődik. De inkább énekeljünk tovább. Onnan folytassuk, ahol az előbb abba hagytuk, és ne felejtsétek, lelkesen és mosolyogva. Április 4-ről szóljon az ének, felszabadultan zengje a nép. Kész dolgok hasonba zúgják a szélnek, felszabadítunk hősi nevét. Egészen jó, de még nagyon sokat kell gyakorolni. Annyiszor megbeszéltük már, 7 évvel ezelőtt, ezen a napon ért véget a háború. Ezt ünnepeljük. A hősök a szovjetek? Igen, ők küzdték ki innen a németeket, és ezért vagyunk nekik hálásak. A nagypapámat a szovjetek vitték el dolgozni a Szovjetunióban. Biztos sok dolga van és jól érzi magát, mert az is nekem meg az apukám való. Valami táborban senki dolgozni a szovjeteknek, ahol nagyon hideg van, ezért kellene az olyan erős emberek, mint ő. Legalábbis anyukám ezt mesélte. Gyerekek, most sajnos arra nincs idő, hogy mindenki mesél a családjáról. Még egyszer énekeljük el a refrént, aztán hazaengedlek titeket. Április 4-ről szóljon az ének, felszabadultan zengje a nép. Érszorkok harsokba zúgják a szélnek, felszabadítunk hősi nevét. Egyre jobb, nagyon szép lesz. Innen folytatjuk a jövő héten, és aki tudja, otthon gyakorolja. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Szabad! Nem zavar! Te vagy a kábor? Nem zavar. Most tettél a kórusnak. Miben segíthetek? Csak főztet kávén. Hoztatok egyet? Nem, köszönöm. Délután nem hozom kávét. Akkor esetleg egy teát, mutató hatásra és nem olyan erős. Nem kérek teát sem, köszönöm.
után sem értem, akkor hozzatok... Gábor, te valamit mondani akarsz nekem, igaz? Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de nem megoldás. Minden megoldás? Ide figyelj, Erzsébet! A családom felét az alkohol vitte el. Nem voltak ők rossz emberek, csak helytelen megoldást kerestek a problémáikra. Te túlságosan fiatal és tehetséges vagy ahhoz, hogy így tönkreted magad. Nem én teszem tönkre magam, Gábor. Azt tesz tönkre, ami körülvesz. Ennek a teremnek a levegője, meg az összes teremnek, meg az utca levegője és az egész ország levegője. Semmi más nem csinálok, csak hazdok és lapítok. Mindkettőt félelemből. Hazdok a gyerekeknek, magamnak és a szeretteimnek is. Csak csöndben. És én már nem bírom ezt az állandó hazudozást. Olyan, mintha egyformában folytogatnának. Alig kapok levegőt. És igen, tudom, hogy igazad van. Nem megoldás a tudás. De momentán nem jut eszembe semmi jó. El akarsz menni? Hová mehetnék? Nekem nincs nyugatom, sem rokonom, sem barátom. De ha tehetném, azonnal indulnék. És ez az ország, a gyerekek, az énekek, ez a gyönyörű magyar nyelv nem hiányozna? Dehogy nem, csak az a baj, hogy így is hiányzik, hogy itt vagyok. Mert ez már rég nem Magyarország, csak egy szovjet gyarmat. Ideig, óráig. Ez is el fog múlni, mint a monarchia, mint a Horthy rezsim, mint a nyilas kultúr. 7 évet már ellaptak a fiatalságomból. Én nem élek ide a bármi. Nem így, ha bármit is tehetnék ellene. Akkor legalább ezt a nyugtatót elfogadd el tőlem. Ugyanúgy nem segít, mint az, ami a fiókodban van, de legalább nem is van. Köszönöm, Gábor, te olyan jó vagy hozzám. Ez volt az a beszélgetés, amikortól fogva figyeltük Vince Erzsébet tanárnőt. Ugyanis jóságosnak mondott kollégája Batár Gábor besugó, és annak rendje és módja szerint már másnap írásban közölte ezt a történetet a tartó tisztjével. A nő az elmúlt években nem tanúsított ellenséges magatartást egészen a forradalomig. Úgy értem ellenforradalomig. Ezzel bocsánat. Nem meglepő a részvétele az ellenforradalomban. Egyelőre nem találjuk, nagy valószínűséggel nyugatra távozott. Nagy kár, amíg mennen győződnek a hollétéről, keressék tovább. Mi van még? A második beazonosított személy egy festő. A művészekkel mindig sok a baj. Ki ez az ember? Értelmiségi családban született, ami miatt ellenséges eszméket vallott. Próbáltuk jobb belátásra bírni, de nem sikerült. Üdvözlök, János Ekártásnő! Festegetünk? Festegetünk? Jó napot! Dolgozom! Na lássuk, mi dolgozik. Ez meg micsoda? Tihanyi táv, ősztel. És hogy állunk a megrendelésre? Elkészült. Ott van a sarokban a vászon összetekelve. Akkor lesz szíves megmutatni. Nos, mit szól hozzá? Hát nem is tudom, valahogy nem olyan szép. Sajnálom. Szép tépjel? Kidobjam? Dehogy dobjam, megrendelést le kell szállítani. Csak a többi képen rá kis eltársadszal vagy más. Olyan vezéresen. Ez meg olyan maszakos. Nem kapkodtál egy kicsit? Nézd el, én mondtam maguknak, hogy nem vagyok portréfestő. Tájképeket festek. Maguk mégis ragaszkodták hozzá. Tőlem jelzelik. Hát, illetőbbet nem tudnak. És mi a rá kis eltársak nem tetszik? Sajnálom, ennyire vagyok képes. Maga ne sajnálkozzon állandóan. Kapott egy lehetőséget arra, hogy bebizonyítsa, ön is a munkásmozgalom lelkes dolgozója. Erre összepacsolja egy ilyen fontos képet, hogy nem is látszik, hogy Rákosi elvtárs milyen nagyszerű ember. Hát, az tényleg nem. Elvtárs, ért maga a művészethez? Persze, hogy értek. Meg tudom állapítani, mi a szép és mi a randa. És ez itt randa. Szerintem nem érteltek róla. Ez van. Vagy ezt hiszi, vagy semmi. Jó van, művészként, nagy a szája most, de ha majd ott lesz a rendőrátlások előtt, akkor jól be lesz tojva. Már nem lesz pingálgatás meg facsmagolás, mert ott gumibolt van, verés van, vallomás van, ha tetszik, ha nem. Sem Tihanyi táj, meg vászon, meg ecset. Nagyon vigyázzon magára. Ezek után a festő kapott még számtalan felkérést, de nem volt hajlandó portrékat készíteni. Őt könnyedén beazonosítottuk, mert jól látható részén állatlannak. De sajnos ő is kiszott a kezünkből. Hogy? Már novemberben átkelt az öltratáron. Nem kár érte. Az ilyen finnyás művész egy a nyugati a kapitalista kenyerét. Csak hogy nekünk azért mégis eredmények kellnek. Nem csak a disszidens. Na mondja, kit sikerült nyakon csípni? Például egy Kántort. Az is valami. Ki ez az ember? Budainak hívják. Nagyon terhelt háttere van. Már az anyja és a nagyanyja is az egyházközségben dolgozott tiszakécsként. Ő maga kántor és mindenes volt a helyi parókián egy öreg lelkésznő mellett. A botrány egy vasárnapi istentiszteleten tört ki.
magvető, jól ismert példázatát hallottátok a mai evangéliumban. És mivel nem csak a példabeszéd, de a magyarázata is szerepelt a felolvasásban, így túl sok mindent már nem kell hozzáfűznöm. Ezért szeretném megkérni kedves kántoromat, hogy segítsen felolvasni egy körlevelet. Ezt a körlevelet nem a püspöki kör intézte a kedves hívekhez, hanem a megyei pártszervezet a tavaszi munkák kapcsán. Minden templomban felolvasásra kell kerülni ennek a pársornak. Legyen kedves, segítsen nekem ennek felolvasásában. De itt az áll a gyártársak. Olvass helyette azt, hogy kedves hívek. Kedves hívek, munkásparaszt kormányunk és szeretett vezérünk Rákosi Mátyás fáradhatatlan munkájának köszönhetően hamarosan itt van a tavaszi betakarítás ideje. Amikor a munkát megkezdik a TSZ-ekben, ne felejtsünk el hálás szívvel gondolni a megyei pártszervezet rendíthetetlen dolgozóira, akiknek áldozatos munkája révén csapást mérhetünk a szabottőrökre, népmúzó kulákságra, és mindenkire, aki a dolgozó nép esküdtelenséget. Szocialista tárgazdaságunknak hála idén. Lelkész asszony, mi nem ezért jöttünk ide, mi ezt nem akarjuk hallgatni. Nyugodj meg, fiam, nem hosszú levél, ki tudja, talán még valami hasznos is van benne. Kötve hiszem. Folytassa. Szocialista tárgazdaságunknak hála idén, és bőven terem a kalász az imperialisták minden mesterkedés ellenére. De lelkész asszony, nem inkább Istennek kérem elköszönnünk a termést? Mi közelnek a tárgazdálkodáshoz? Igazad van, fiam, megköszönjük Istennek is. De ne feledd, amit Jézus mondott. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Kérem, folytassa. Ne haragudjon, lelkész asszony, de én ezt éppen vagyok tovább olvasni. Mi meg nem akarjuk hallgatni. Egész héten ezt a szöveget nyomják reggeltől estig a TSZ-ekben, a rádióban, az újságokban. Legalább ez a vasárnapi egy óra legyen kicsit más. Ezek ellenségek. Tönkretették a fél falut. Azt mondják, hogy a presbiter nagyon verték Pesten. Minek jönnek még ide is? Majd azt mondjuk, hogy végighallgattuk. Mi is tudjuk, mi van benne. Vártunk, vezérünk, szépjövő, meg mocskos kapitalisták. Csak hadd ne kelljen azt a szutykót hallgatni itt is. Látja a lelkész azt, hogy senki se kíváncsi erre. Kább engedje meg, hogy visszamenjek az orgonához, és maga szóljon hátul. Hát jól van, megadom magam. Akkor talán majd jövő héten befejezzük. Most folytassuk egy imádsággal. Természetesen volt egy beszervezett a padokban, aki szépen elmesélte ezt a jelenetet a hivatalban. Onnantól kezdve figyeltük a lelkészasszonyt és a kántort, meg a renitens híveket is egyesével. A lelkészasszony azóta meghalt, a kántor előzetes letartóztatásban van. Helyes, végre valami. És van még eredmény? Igen, egy újságírót még sikerült elcsípni. Őt Csanádi Mariannak hívják, korábban is volt már büntetve egy illegális kiadvány kapcsán. Én nagyon szenvedek. Mi a baj? Sárvári Eftárs háborús kalandjaival kell folytatásos cikksorozatot írnom, és egyszerűen kifagytam a dicső időjelzőből. Volt már hős, vitéz, derék katona, kiváló honfiú. Hová fokozzam még? Írd azt, hogy elmunkás. De hát nem volt az. Meghagy, mielőtt elmunkás lehetett volna. Nem baj, attól még jó. És én mit írjak bírtam Eftárs művezetet? Csak is az igazat. A nemzetközi kommunista mozgalom fényes csillaga. Volt. Ja, meghalt? Szegény. Egyébként ki ez a Dimitrov? Egy bolgár kommunista. És ki ez a Sárvári? Én még azt sem tudom. Egy fiatal komcsi volt a háborúban, tűzbárbába került a rendőrökkel és meghalt. Nincs meg az adal? Van egy Sárvári induló. Megjelent a városban egy, hogy is mondjam, kiadvány. Egy föltelmes hangvételű írás, ami az ellenség műve. Természetesen névtelen adták ki, a tartalma pedig, hogy is mondjam, vérlázik. Na most,
Azt beszélünk szerte a városban, hogy ide a szerkesztőségbe vezetnek. Bizony, bizony, ide. Ne nézzenek el milyen áltatlanul, úgysem hiszek maguknak. De ne higgyék, hogy hagyom magamon elverni, akkor? Ez egy jó hírű szerkesztőség, benne a munkásparaszt mozgalom. Hogy is mondjam, jó tudó barátai van. Szóval, mit tudnak erről a hitvári románról? Hallgatnak? Na ide figyeljenek. 24 órát adok maguknak. Se többet, se kevesebbet. Addig, hogy idejük. Jelentkezni, hogy kinek, s miközben volt ez az osmásághoz. Ha egyik sem vállalja magára, mindhárom ki lesz nekünk. Értettem? Jó munkát! Figyeljetek, én bevállalom. Engem az apám ki tud kaparni minden húzósukból. Ebből ő sem fog tudni. Dehogy nem. Legfeljebb, de még majd nem írhatok. Nem írhatsz? Normális vagy? Emlékszel arra a titkárnőre, akinek német vőlegénye volt a háborúban? Emlékszel? Amikor kiderült, nem csak hogy kirúgták, de azóta is börtönben van. És lesz ez még így egy darabig. Ebben az apát sem fog tudni kirúgni. Ez államellenes iktatás. Legfeljebb azt mondom, hogy megzsörölt az ellenség, és félelemmel írta. Na ne szórakozzál, mert ennyire azért nem hülyék. Dehogy nem, pont az a lényeg, hogy minden elképzelhetőt felém újon hülyék. Ezt akkor sem fogod tudni megúszni. Nem is kell megúsznod, nem kell bevállalnod. Ugyanis én voltam, én írtam azt az ominózus cikket. És ezt ebbe akarod ismerni? Igen. Te megőrültél, így is osztályellenség vagy. Téged lecsukadnak 20 évre. Benne volt a kockázat, és úgy tűnik valaki beköpött. Nem foglak belerángatni titeket. Úgyhogy most bemegyek a főszerkesztőhöz, és kitálalok. Kérlek, Neted, van 24 órát, valamit kitalálunk. Én pedig nagyon szépen kérlek titeket, hogy ne mondjátok meg, mit ne csináljak. Azért írtam azt a cikket, mert már nem bírtam elviselni a szabadság hiányát. Lehet, hogy őrültség volt, de legalább abban a fél órában, amíg írtam, szabadnak érezhettem magamat. Itt ugyanolyan rab vagyok, mint egy cellában. Vigyázzatok magatokra. Szervusztok! Végül csak 3 évet kapott, mert kiderült, hogy nem egyedül csinálta, és nem ő volt az értelmi szerző. Nem sokkal az ellenforradalom előtt szabadult. Nem csoda, hogy egyből a barikádoknak ment. De a markunkban van, ugye? Igen, és nem is eresztjük ki többé. Nem hiszem, hogy életfortiglant börtönbüntetésnél olcsóbban megúszza. Visszaeső hazaáruló. A kötésre lenne ki túlzás. Még valami? Már csak egy szeméről maradt leírás. Ő mérnök, repülőgép tervező. Az angyalföldi lánggyárban dolgozott, és egy alkalommal szabad név fél órát tartottak a munkásoknak. Thank you.
Ez volt az az epizód, amikor Bercsényi gyanút tett. Kicsit túl lihegte a lelkesedést. Már gyanúra ad dolgokat. És mint utóbb kiderült, nem véletlenül. A háború után egy német házaspárt rejtegetett a lakásán, utána pedig osztályidegen burzsóákat. Semmit, mindent megúszott, egyszer sem bukott le. Aztán októberben ő is kimutatta a fogafehérjét. Vénsége létére nekiáll tankramászni. És most hol van? Rejtély. A fővárosból eltávozott már novemberben. Azóta látták a Bakonyban kódorogni, meg valahol a Hanság környékén. Ő is meglúgott? Sajnos nincsen kizárva, de természetesen nem adjuk fel a keresést. Ne is adják! Egyiknek sem! Ki kell építeni az a hálózatot minden országba, ahová emigráltak. Mindenkit fel kell kutatni. És hogyha ezzel a fényképpel végeztek, jöhet a következő. Eredmények kell állni. Folyamatos eredmények. Elmehet. Igenis, szekeres elvtárs. Viszont látás a szekeres elvtárs. Az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelve. Zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Zsarnokság szól lázból, haragudásból, a papnak kinek gyónul a prédikációból. Templom, parlament kínpad, meg annyi színpad. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hírekben, száj elé hultan, pisztjelző úrban. Nem csak a talpáltan harsogott éjjelekben, urrákban, énekekben, nem csak az ernyetten tapsoló tenyerekben. Hozzsánosságban, hozzsánosságban, hozzsánosságban. Köszönjük szépen a Páduai Iskolának ezt a színvonalas műsort. Most tisztelettel felkérem Farkas András polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt emlékező közönség!
Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, és engedjék meg, hogy külön kiemeljem erdélyi testvértelepülésünkről, Kézdi Szárazpatakról érkezett vendégeinket. Delegációjuk több mint 20 főből áll, soha ilyen nagy létszámban nem látogattak még hozzánk, főként nemzeti ünnepre. Köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy veletek együtt emlékezhetünk. És engedjétek meg, hogy most egy olyan szemszögből beszéljek a forradalomról, amiről ritkán beszélünk, hogy mi történt azokban a napokban Erdélyben, Romániában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéről sokat tudunk. Együtt lélegzünk az október 23-ai tömeggel, halljuk a kiáltásokat a Kossuth téri sortűz közben, lelkedezünk az új kormány megalakulásán és a több pártrendszer újbóli bevezetésén, de érezzük a szovjet tankok dübörgését is minden porcikánkon. Arról azonban keveset tudunk, hogy ezen időszak alatt az erdélyek szíve is együtt vert az otthoniakéval, és a kommunista kollaboránsokat leszámítva egy emberként álltak a forradalom mellé. I.S. Gyula azokban a napokban így kért segítséget Európától. Egy meggyötört, halálos veszedelembe jutott kis nép igazsága ügyében, vagyis, mert az igazság oszthatatlan, a ti ügyetekben is szólok a tigris karmaiba esett énekesmadár, talán utolsó sikolyával. 10 millió magyar néz elszánt nyugalommal a maga halála, de akár nemzete kipusztulása elé, ha az elkezdett szabadságharcát nem viheti győzelemre. Ha Nyugat-Európa nem is hallotta meg ezeket a szavakat, erdélyi magyar testvéreink már október 23-a óta nem csak lélekben, hanem tettekben is mellettünk álltak. A forradalom kitörése után 4-16 év körüli baróti fiatal megkísérelt átszökni a határon, hogy fegyverrel harcoljanak a magyar szabadságért. Ketten át is jutottak, őket azonban 1957 elején a magyar hatóságok visszatoloncolták Romániába, és súlyos börtönbüntetést kaptak. Az 1956. október 24 és november 5 között számos diáktüntetés szerveződött. Először október 24-25-én Kolozsváron szerveződött tüntetés, de az etnikai kártya kijátszásával a hatalom feszültséget szított a magyar és a román diákság között, így ellehetetlenítették azt. Október 30-31-én történt az úgynevezett temesvári megmozdulás, ami akár forradalommá is válhatott volna. A tömeg követelései megegyeztek a szegedi, majd a budapesti diákok eredeti pontjaival. A forradalom kitörését megakadályozta az állambiztonság rajtaütésszerű intézkedése, és a 2000 résztvevő diákot ideiglenesen internálták egy üresen lévő szovjet laktanyába. November 5-én Bukarestben volt tüntetés, amelyet szintén csak rendvédelmi erővel tudtak leverni. Erdélyben további több ezer ellenzéki jellegű, állam és rendszer ellenesnek minősített cselekményre került sor. Ezek között megtalálhatóak illegális diákszervezet alakítás és működtetés. Leghíresebb talán az, amikor brassói 4-es számú líceum 10. osztályos magyar diákjai megalapították az EMISZ ifjúsági szervezetet, hogy tovább éltessék a magyarországi forradalom eszméjét és felvállalják a székelység sorskérdéseit. A hatalom csak 1958-ra számolta fel a szervezetet, 79, többnyire 10 éves szemét ítéltek nehéz börtönre vagy kényszermunkára. De rengeteg lokális és egyéni akció is volt ezekben a napokban, főként mezőgazdasági szövetkezetek és üzemek szándékos megrongálása, illetve szórólapok szerkesztése és terjesztése. Tisztelt megjelentek! Ahogy Magyarországon, úgy Romániában sem maradt megtorlás nélkül a szabadságért vívott harc. 1957. január 17-én a román belügyminisztérium parancsot adott ki a megtorlásról, melynek intenzitása 1958-ban és 1959 első felében tetőzött. 1956. októbere és 1963. decemberre között összesen 30 ezer személyt tartóztattak le politikainak minősített kihágás címén, ilyen volt például a betiltott határátlépés vagy a nemzetgazdaság megkárosítása is. A kihallgatottak, a közvetett módon érintettek, családtagok, munkatársak, barátok száma ennek a többszöröse is lehetett. Az 1956 utáni években a katonai törvényszékek több tucat halálos ítéletet is hirdettek. 1957.
1958 között 45 végrehajtott ítéletről van tudomásunk. De valódi számuk ennél lényegesen magasabb lehet. A börtönben, munkatáborokban vagy a kihallgatások során több százan vesztették életüket. Az 1956 utáni romániai megtorlás tehát a magyarországihoz volt mérhető. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországon az 1989-90-es rendszerváltás békés eszközökkel zajlott le. Romániában azonban jól tudjuk, csak véres harcok árán sikerült ezt kiharcolni. És mindez 1989. december 15-én indult Temesvárról, Tőkés László lelkész megvédésével, aki nem volt hajlandó engedelmeskedni a hatóságok kilakoltatási parancsának. Az erdélyek kezdték, majd a románokkal válnak vetve harcolták ki a szabadságot. Senki sem tagadhatja el tőlük azt, hogy egy igazi szabadságharcos nép vagyunk. Tisztelt megemlékezők! Tavaly ilyenkor az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára állítottunk fel az emlékművet itt az Egyetem utca és a Kenderesi utca sarkán, amit hamarosan meg fogunk látogatni. Akik részt vettek a tavalyi megemlékezésen, ők tudják, hogy mit jelképez, de engedjék meg, hogy pár szóban elmeséljem ezt erdélyi testvéreinknek is. Az emlékmű az egyetem területéről az akkor még kaszárnyaként szolgáló laktanyából induló katonáknak állít emléket, akiket október 23-án a Magyar Rádióhoz rendeltek, majd ott a nép oldalára álltak, és közülük többen még aznap mártírhalált haltak. Az emlékmű alapját egy tardosi mészkő kőtömb adja, amelyre bronz dombormű került felhelyezésre. A bronztáblák a Magyar Rádió épületét örökítik meg, illetve megemlékeznek Albecker Rudolf honvédről, Kőszegi Imre szakaszvezetőről, Král János őrvezetőről és Szabó Kázmér honvédről, akik azon a napon, 1956. október 23-án a rádiónál mártírhalált haltak. A rádiót bemutató bronztáblák előképét egy korabeli fénykép jelenti, Utas László művész úr ez alapján ábrázolta a betört ablakokat, a homlokzaton található golyónyomokat, az ejkére kerülő Kossuth címert és a Szabad Magyar Rádió feliratot. A talpkő nem emberi kezek alkotása, a természet formálta ilyenre. A háromszög alakú kőtömb oldalait a repedések mentén a rétegvizek kerekítették le. A kő három rétegből áll, amelyek a nemzeti trikolorra emlékeztetnek, a felénk eső oldalán pedig egy többirányú repedés található, amely kifejezi a forradalmunk szimbólumát, a lyukas zászlót, és emlékeztet bennünket arra, a kommunista rendszer alapjaival az első hasadékot forradalmunk vájta be. A felső költöm lángnyelvet formál, hogy kifejezze ezzel az 1956-os őszi események lángját. Tisztelt megjelentek! Köszönettel tartozunk a szüleink és nagyszüleink generációjának, akik vérüket és életüket adták a magyar szabadságért. Köszönjük, hogy a legvészterhesebb időkben is kiálltak az eszméjükért, kiálltak a következő generáció jobb életkörülményeiért. Tiszteljük bátorságukat, lelki erejüket, küzdeni tudásukat. Isten nyugosztalja mártirokat, és áldja meg a hősöket, akik velünk élnek. Kedves elődeink, köszönjük a szabadságot! Most Tóth Péter előadásában hallhatnak egy csíki keserlast.
Kérem, most közösen énekeljük el a szózatot.